meccs alapján eddig mondhatjuk, hogy megérte, és itt nyilván most az edzőváltásra gondolok. Hát ez igazságtalan lenne ugye az előző edzővel szemben, de nyilvánvalóan van egy olyan pozitív hozadéka egy edzőváltásnak, hogy a csapat felpörög, mindenki küzd azért, hogy bekerüljön a csapatba, új lappal, tiszta lappal indul mindenki, és azt gondolom a Walter Robinak a habitusa azért átragad a csapatra, üsztehajtotta a csapatot végig, és meglett az eredménye, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Te mit lett egyébként kívülről, mi változott meg a csapatban, azon kívül, hogy hosszú idő után visszaléptetek a győzelem útjára? Hát a legfontosabb az, hogy nem kaptunk gólt. És nem csak, hogy nem kaptunk gólt, hanem nem is igazán volt helyzete a Diós Győrnek. Egy olyan lehetősége volt nagyobb, amit ugye mi hoztunk össze, egy eladott labda hátul. És ez volt az első, amit a Robi is kiemelt, hogy nagyon sok gólt kap a csapat, emellett megvannak a góljaink, lövünk gólokat, de ezen mindenképp változtatni akar, és úgy tűnt, hogy ma szervezettebb volt és fegyelmezettebb a védekezésünk, és nem kaptunk gólt. Ez egy nagy pozitívum, mellette rúgtunk 2, plusz volt 3, 4 olyan lehetőségünk még, amiben még lőhettünk volna gólt, úgyhogy a gólképességünk elő megmaradt, hátul meg lecsökkent, úgyhogy azt gondolom ez a legfontosabb, és ez volt a legfontosabb, amiben nekünk előre kellett lépni. Nagy lépés volt ez, hiszen mondhatjuk, hogy ez egy igazi 6 pontos meccs volt. Abszolút. Egyrészt 6 pontos meccs, mert közvetlen riválissal játszottunk a kiesés elleni harcban. A másik meg egy edzőváltásnál, én azt gondolom, az első meccsek nagyon-nagyon fontosak, mert az elején van hitele az edzőnek, de csak addig, amíg eredményt tud produkálni, mert különben a csapat visszaeshet ugyanabban a helyzetbe. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon fontos volt, hogy még jobban, még hitelesebb legyen az öltözőben a Robi, és ehhez kellett neki a siker, ami ma megjött. Úgyhogy ez egy picit, hogy görcsösnek éreztem a csapatot, egy kicsit szerintem ez oldani fogja a görcsösséget, és a valós tudása ki fog jönni a csapatnak a következő 6 meccsen. Az edzőválasztáson egyébként milyen szempontok voltak előtérben, és mennyire éreztétek azt rizikófaktornak, hogy Walter Robi már esett ki az NB1-ből? Hát, ha ez alapján néznénk az edzőt választást, akkor elég nehéz lenne olyan edzőt választani, aki még valahol valamelyik osztályban nem esett ki. Úgyhogy minden feladat más, minden klub más, az edzők itt-ott más tudnak kihozni az adott keretből. Nyilvánvalóan Robinál nagyon fontos volt a habitusa, hasonló egyébként, mint Boyer Gabinak, tehát ő is egy intenzív játékot szeret, és üzi-hajtja a csapatát. Ráadásul ugye a Robinak az volt a plusz hozadéka, hogy helyi kötődése van ebbe a klubba, ő egy ikon. A szurkolók számára egy abszolút elfogadott személy, és egy így ebből a szempontból integráló erő, mert nem volt olyan ember a városban, aki ne állt volna mögé, és ez igaz a játékosokra, a klubra, az utánpótlásra, úgyhogy mindenki számára ő egy komoly tényező, sőt azok a játékosok is, akik itt vannak, tudják, hogy ki az a Walter Robi, és mit tett le az Zalaegerszegen az asztalra, úgyhogy ez mind extra plusz motiváció volt a többiek számára. Amikor a cél a bennmaradás, akkor ez a klubhoz való kötődés, ez nagyon fontos szempont. Lehet, láttuk, hogy ugye Kispesten is például ebben bíznak Horváth Ferenc személyében, hogy az edzőnek ugye ne csak egy munka legyen, hanem tényleg egy küldetés, hogy szeretett klubját bent tartsa az élvonalban. Hát én azt gondolom, minden edzőnek ugyanaz a célja a legvégén. Nyilván, hogyha valakinek kötődése van egy klubhoz, akkor meg ennek az extra motivációk. Ez inkább kifele szól, én azt gondolom, jobban, vagy kifele fontos jobban, mert nyilvánvalóan egy olyan játékos, aki nagy elismerésnek örvend a szurkolók körében, az tisztelet övezi, nagyobb a türelem irányában, és hogyha támogatják az edzőt, azzal támogatják a csapatot is, és ez egy pozitív impulzus a klub felé. Korábban is kint voltak a szurkolók az utolsó edzésen biztatni a csapatot, de most még nagyobb számba jelentek meg a tegnapi edzésen, úgyhogy abszolút jelezték azt, hogy mindenki a csapat mögött van, Walter Robi mögött. Most ezt nehezebb kifejezni nyilván a Covid idején, de igyekeznek a szurkolók mindenkinek a tudtára adni, hogy itt vannak mögöttünk, és ez nagyon-nagyon fontos. 3 pont már megvan, mennyi kell még szerinted ahhoz, hogy meg lehessen nyugodni kicsit? Hát az sok, hogy nagyon meg lehessen nyugodni.
Én azt gondolom, sokáig ez egy kiélezett harc lesz. Szerencsére a sorsolásunk, bár amennyire itt azt lehet mondani, hogy a hazai pályának van előnye, de azért pici így is van, hogy nincsenek szurkolók. Nyilvánvalóan a játékosok jobban ismerik a saját közegükben az öltözőt, a pálya minden zegzugát, a pályának az előnyeit, a hátrányait, tehát ad egy pici pluszt akkor is, hogyha nincsenek itt a szurkolók, plusz azért Zalaegerszegről nem kell utazni, ez is egy plusz extra dolog számunkra a hazai pálya mellett. Úgyhogy négy olyan meccsünk van a hátralévő hét mérkőzésben, az egyiken túl vagyunk, ugye a Diósgyőr ellen, de jön a Honvéd, jön a Kisvárda, jön a Budafok, olyan csapatok, közvetlen riválisok, akik ellen így egy picit több az esélyünk, úgyhogy ezeket a meccseket, a hazai meccseket kellene megnyernünk, és akkor azt gondolom, hogy a jövőre is NB1-ben leszünk.